Én a valódi okát szeretném elmondani ennek az összejövetelnek. Kassai Kamilla, az én kislányom, ma ünnepli 1 éves születésnapját. Én nagyon örülök annak, hogy itt vagyok. Nem tudom, Sunim még mondaná-e valamit? Vagy kell, csapjunk a lovak között. Jó, akkor köszönöm szépen. Olyan emberekkel ülhettem itt egy pulpituson, akiket nagyon szeretek, és ez egy nagyon jó érzés volt. Én folytatnám ezzel a mester társadalmi szerepével, hiszen mi a Sunimmal több mint 30 éve ismerjük egymást, ez egészen biztos. És sokat beszélgettünk erről a dologról, hogy a mesternek van egy társadalmi szerepe is, és bennem megfogalmazódott egy társadalmi képlet. Ki az, aki látta a Gulyás Mártonos riportot? Sokan látták, azért én elismételném azt, hogy miért is jött létre ez a beszélgetés. Amikor egy területet sokat szántanak, kialakul egy úgynevezett eketal betegség, ami az eketal nyomásától jön létre, és létrejön egy zárvány. Ez a zárvány meggátolja, hogy az altala és a felszín között a mozgás létre tudjon jönni. A mikroorganizmusok mozgása, a gyökerek lehaladása, a víz áteresztő képessége. Tehát, hogyha van egy nagy nyári zápor, a nagy hőségbe leesik a víz, ennek a zárványnak köszönhetően nem tud elég sebességgel leszivárogni az altalajba, de a tűző nyári nap nagyon gyorsan elpárologtatja, és a vízgazdálkodása ennek a területnek nem működik. Tehát ez a zárvány, ez egy probléma. És én azért fogalmaztam meg ezt a társadalmi képletet, mert a társadalmunkban két nagyon nagy erő feszült itt egymásnak, de ennek a két nagy erőnek harmóniába kellene lenni, az altalajnak és a felszínnek. Az altalaj számomra a hagyomány, az ásványi kincsek világa. A felszín az a modernitás, a napfény, a csapadék világa. Ha politikailag akarom megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy talán az altalaj az a jobb oldal. A felszín az a liberális oldal. Ez két hatalmas erő. Ha ez a két hatalmas erő harmóniában van egymással, akkor a talaj termékeny, de hogyha kialakul ez az eketal betegség, akkor veszélyezteti ennek a talajnak a termékenységét, és jelenlegi társadalmunk ebben a problémában van. Két erőről van szó, a hagyományról és a modernitásról. Nyilvánvalóan Sunim mit képvisel itt? A hagyományt képviseli. A hagyomány felől érkezik. A hagyomány irányából közelít, de a modernitás felé halad. De hát ezt majd tőle fogjuk meghallgatni. Én is ugyanez az ember vagyok. A hagyományt képviselem, az altalaj embere vagyok, az ásványi kincseket vagyok hivatott, amit a történelmünk, a múltunk, a hagyományaink fölhalmoztak. Arra vagyok hivatott, hogy itt valamit ebből a felszínre hozzak. Hogyha megnézzük ennek a statikus ábrának a dinamikus képletét, akkor a tojást tudnám itt most bemutatni. A tojás héj a hagyomány, a stabilitás, a megtartó erő, és az az energia, ami ezt a tojás héjat feltöri, ez a modernitás. Mert ennek a tojáshéjnak előbb-utóbb fel kell törnie ahhoz, hogy ez a fióka életképesen ki tudjon kelni. Két erő van. Szükség van a tojáshéjra? Hát persze. Hiszen hosszan tartóan, amíg az élet, a fióka nem alakul ki és nem válik életképessé, ennek a tojáshéjnak hihetetlen védelmi szerepe van. Szükség van a hagyományra? Igen. Erre tudunk támaszkodni. Védelmi szerepe van. Megtartó ereje van. De mi van akkor, hogyha túl szilárdra sikerül ez a tojáshéj, és nem teszi lehetővé, hogy a fióka kikeljen? Hát nem jön létre az élet, igaz? De mi van akkor, hogyha azok az erők, amin azon munkálkodnak, hogy törjük föl azt a tojáshéjat, túl korán törik föl ezt a tojáshéjat? Ugyanúgy életképtelen lesz a fióka. Hát látjuk azt, hogy a természetben ez a két hatalmas erő milyen harmóniában van, és milyen precizitással dolgozik. A tyúkok esetében ez egy olyan 20-22 nap, a libák esetében egy olyan 30 nap környékén van, de a természet pontosan tudja, és a legapróbb hiba életképtelennél teszi a fiókát. Hát ilyen fontos a hagyománnyal és a modernitással való kapcsolatunk, és egy igazi mester számára ez egy óriási kihívás.
Mi az, amit a felszínre hozok? Milyen ásványi kincseket hozok föl? Milyen ásványi kincsekre van ma szükség? Mi az, ami igazán kell egy mai ember számára? Mi az, ami most nem fontos? Mi az, amit én beengedek, mint modernitást? Hogy tudok én a 21. században tradicionális mesterként úgy létezni, hogy ezek az arányok fönnálljanak? Mi történik, ha én eltévesztem az arányt? Hát életképtelen fiókák jönnek létre. Vagy nagyon szilárd lesz a tojáshé, vagy korán töröm föl, és alkalmatlan lesz a dolog. Egy mester számára nincs nagyobb kihívás ma, és sohasem volt nagyobb kihívás, mint a hagyomány és a modernitásnak a harmóniába hozása. De van még egy szerep, és itt egy olyan emberül, két olyan emberül, aki számomra példakép, egy igazi harcos, egy igazi satria, és ő pontosan tudja, hogy a mester-tanítvány viszony az ugyanez. Ha a mester nagyon szilárdra építi ezt a tojáshéjat, és nagyon nagy a mester hatása, akkor nem tud a tanítvány kikelni, nem tud a tanítvány fölnőni. És ugyanez a helyzet akkor is, hogyha nem adjuk meg ezt a tartalmat neki. Hát ez nagyon fontos a mester számára társadalmilag, hogy én a hagyományból, modernitásból mit hozok, és nagyon fontos egy mester-tanítvány számára az, hogy a mester személyisége, az a fegyelem, amit biztosít, az a külső fegyelem, az nem annyira szigorú és szilárd, hogy túl erős lesz a külső fegyelem, túl erős lesz ez a tojáshéj, és a tanítvány az nem lesz önálló, vagy nem adok neki egy ilyen tartalmat, egy ilyen tartást, és ugyanaz lesz a hiba. Ugyanis a külső-belső fegyelem is egy óriási harmónia. Egy harci művészeti iskolába belépő tanítványt a külső fegyelem csap meg. Ugye, mi volt itt a pofoszkodásnál? Micsoda tanítás van ebbe? Tehát kívülről jön az erő, kívülről jön az a fegyelem, kívülről jön az a hatás. Meddig jön ez a hatás? Addig, amíg belül nem alakul ki a belső fegyelem. És hogyha ezt egy mester érzékeli, hogy létrejön ez a belső tartalom, és kívülről ezt már nem kell erősíteni. Na ez az a pillanat, amikor kikel a fióka, és ha valaha mi nagyot tudunk tévedni, akkor ebbe tudunk nagyot tévedni, hogy ezt mennyire tudjuk harmóniába hozni. Most én talán a legfontosabb az lenne, hogyha én a saját botladozásaimat, kudarcaimat osztanám meg önökkel, mert szerintem ebből lehet a legtöbbet tanulni. Hogyan is jön létre egy harci művészeti iskola, mondjuk ugye a semmiből, milyen tévutak, milyen veszélyek, milyen sikerek ötvözik ezt az utat. A kereszténység, ami rengeteg csodát tett az emberre, hiszen egy elképesztő forradalom volt Jézus gondolatainak a továbbélése, de azért egy hibát elkövetett, hogy megpróbálta a Isten formájára farigcsálni az embert. És azért az a célkitűzés, hogy én az Isten formájára püföljem magam, azért az egy nagyon nagy kihívás. Mondjuk úgy, hogy lehetetlen. És most látok a mai társadalomban valamit, valami nagyon félrecsúszott, hogy van egy embertípus, és van egy elvárás, hogy hogyan néz ki egy boldog ember. Értik ezt? Ez egy veszélyes dolog. A motivációs trénerek, ezek a pszichopata pszichológusok fogják nekünk megmondani, hogy hogyan néz ki egy boldog ember. Tehát én nem tudom azt eldönteni, hogy boldog vagyok-e, vagy nem. Hogy én önbizalomhiánnyal küszködök, hogy nekem mindenféle szorongásom van. Tehát hogy én félek attól, hogy nagyon, nagyon rossz irányba megyünk. És töröm a fejemet, hogy mit kéne tenni ennek érdekébe, mert nem lesz jó az, hogyha ezek a motivációs trénerek és celeb pszichológusok valami olyan torzképet állítanak elénk, ami a társadalom számára, uram, bocsá, egy követendő példa lenne. Én félek ettől, és azt gondolom, hogy közeledünk ebbe az irányba. Szerintem itt tenni kéne valamit, de hát még pár emberrel azért összedugjuk a fejünket ebben a témakörben. Tehát amikor én elkezdtem a lovasijászatot, akkor 1994-ben rendeztem az első versenyt, addigra megalkottam a szabályait, megvolt a pálya mérete, minden megvolt. Tehát kész volt maga a sport, és megrendeztem az első versenyt, óriási
élmény volt számomra, aztán a következőt, és ahogy gyűltek az emberek, úgy zavart a felszerelésük, hát a mackó nadrágtól a Stetson kalapon át, a baseball sapkán keresztül, a gumicsizmáig ott minden volt, és nem adta azt a hangulatát a lovasi jászatnak, hogy ennek vannak kulturális gyökerei. És akkor azt mondtam, hogy nézzék, azért ne feledkezzünk meg arról, hogy mi magyarok valamikor erre a harcmodorra támaszkodtunk, ez a kultúránk része volt, adjuk meg a módját, nem mackónadrágba üljünk a lóra. És azt mondták, hogy nekem a kassai nem mondja meg, hogy én mibe ülök a lóra, én abba ülök a lóra, ami nekem kényelmes, és 50%-a hagyott ott a közösségnek. Fele. Hogy jövök én ahhoz, hogy én megmondjam azt, hogy milyen ruhában legyen akkor, amikor lovasi jászik. Neki ez a kényelmes. Nyilvánvalóan az 50%, aki mellettem maradt, az az én segnyalom volt, az a megalkuvó gerinctelen, mert a valamire való tanítvány az ilyenkor feláll, és ott hagyja a mestert, aki nyilvánvalóan egy teljes tévútra tért. És én arra kértem a közönséget, hogy utaljunk egyáltalán a kultúránkra, vegyünk fel kaftán, veretesövet, nézzünk úgy ki, ahogy az őseink, ha már azt a gyakorlatot hajtjuk végre, amit ők, ne csak az legyen, hogy a lóhátáról lövöldözünk, hanem valami fajta történelmi hűséget nézzünk. És én nagyon boldog voltam ezzel az 50%-kal, de hát néhány év múlva a cigány karaván az kutya füle hozza, hogy mi kinéztünk. Tehát az a csicsa, ami ott volt, azt nehéz szavakba önteni, ugyanis a zakó béléstől a sötétítő függönyön át, a butor kárpitig, kinek milyen ízlése volt, kaftánt hozott létre, miután a mester kiadta azt, hogy hát akinek volt ízlése, az valahogy kinézett, akinek nem volt, hát egyszerűen borzalmas volt a kép. Mit csinál a mester ilyenkor? Megalkotja a kaftánt, azt mondom, hogy jó, nekem ez nem tetszik, amit látok, nem 5 perc alatt, hanem hosszú munkával megalkottam azt a kaftánt, ami kényelmes viselet, utal a történelmi háttérre. Nem mondanám 9. századinak, inkább 21. századinak, inkább egyfajta életérzést közvetítek, nem hozom be annyira a múltat. És a kaftán azért jó, mert én a fokozatokat, amik közben kialakultak a lovasi jászatban, ezekkel a kaftán színekkel nagyon jól lehetett jelezni, 30, 60, 90, 120, 30 pontonként mennek, nem fogom végsorolni. Minden egyes fokozatnak volt egy kaftán színe, nagyon büszke voltam alkotásomra, kiálltam a közösség elő, 50%-a hagyott ott a társaságnak, hogy mit képzelek én? Hát csak nem gondolom, hogy ezeket föl fogja venni ezt a kaftán. A mester megőrült, most már egészen biztosan látszik rajt, hogy egy ilyen embert nem lehet követni, és a közösség 50%-a fölállt és ott hagyott. Kik maradtak mellettem? A segnyalók, a gerinctelenek, mert valamire való ember az nem hajtja iga alá fejét, ő megmondja az igazat és kilépett a társaságból. Nem sorolom végig az összes pofont, ami ezen a pályán ért, mert akkor az egész előadást ezt töltené ki, de minden egyes ilyen előrelépés, ami azt gondolom, hogy ma már tradíció, tehát a lovasi jászatban ez már tradíció, hogy milyen kaftánok vannak, hogy nézünk ki, minden egyes ilyen óriási felháborodást váltott ki, és a közösség felére redukálódott. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Hát persze, nektek nincsenek ilyen élményeitek, gondolom. És aztán növögettünk, és 30 év után én szerettem volna összeszedni a mestereket, és azt mondtam, hogy létrehozok egy mesterkollégiumot, ugyanis az információ, ami a vezetőség üléseken elhangzik, 13 vezető van most körbe az országban, és több mint 30 nemzetközi bíró van a világ minden részén,
Én nemrégen jöttem haza Iránból, ahol egy pályát adtam át, és 2 hét múlva megyek Katarba, ahol szintén megépült már a pálya. Járom a világot, mindenütt pályákat adok át, egy licensz szerződéssel, hogyha valaki megépíti a hivatalos kassai pályát, és bemutat egy szabályosan lebonyolított próbaversenyt, megkapja ezt a nemzetközi bírói jogosítványt, és így ezeken a nemzetközi bírókon keresztül jön létre egy világhálózat, aminek jelenleg Svájcban van a központja, Lozánban, azzal a céllal, hogyha egyszer majd az engem követő generáció azt a cél tűzi maga elé, hogy a lovasijászatban olimpiai sportágat tudjon csinálni, akkor ennek minden alapfeltétele meglegyen. Azt gondolom, hogy megvan egy kiváló sporta a lovasijászat. Létrehozom a mester kollégiumot, hiszen nagyon fontos lenne az, hogy a mesterek közössége is kapjon egyfajta morális iránytűt, hogy ez a közösség mégis ilyen irányba megy, és gondoltam, hogy itt hát egy óriási tömeggel állok majd szembe. Az volt a kritérium, hogy azok jelentkezzenek a mesterek közül, akik képesek tenni ezért az iskoláért, és képesek fellépni azokkal szemben, akik ezt a közösséget támadják. Tehát 2 ilyen egyszerű mondatból állt össze a felszólítás. 3-an. Még egyszer mondom, 3-an jelentkeztek. Azt mondták, hogy ők itt semmilyen ellenségképpen nem fognak harcolni, ők nem fognak konfrontálódni, ők köszönjük szépen, jól vannak, tehát 3 ember alkotja jelenleg ennek az iskolának. Csak azért nagyon fontos ez, hogy tisztában legyünk a számokkal, tisztában legyünk az eredményekkel, tisztában legyünk azzal, hogy milyen erőfeszítés kell a 21. században, és egyre nagyobb erőfeszítés kell, ha beteszek egy elemet, amit úgy hívnak, hogy moralitás. Tehát még a technika megtanulására én azt mondom, hogy kisebb-nagyobb tömeget lehet megmozgatni. De hogyha én azt mondom, hogy ennek az harcművészeti iskolának azért vannak szellemi alapjai. Van egy intellektuális szint, és van egy minimális morális szint, amit mondjuk úgy, hogy célul kell tűzni, akkor döbbenetes az, hogy milyen minimális a létszám. Létrehoztam ezzel párhuzamosan a Vének tanácsát. A Vének tanácsának a feladata az, hogyha az iskolában valami történik, mondjuk valaki valamilyen szabálytalanságot követel, akkor a Vének tanácsa reagáljon erre, és aki fölismeri a csalást, aki fölismeri a hazugságot, aki fölismeri a trehányságot, és ezt néven tudja nevezni, az bent van a Vének tanácsában. Aki néven tudja nevezni, plusz egy morális útmutatást is tud adni, konzekvenciát tud levonni, az bekerül a bölcsek körébe. Hát létrejönnek ezek a különböző körök, mert egy harciművészeti iskola az nem pusztán a gyakorlatok végrehajtásában áll, még akkor is, ha azt magas szinten csinálják, és nagyon fontos tudnunk azt, hogy az emberi minőség és a technika az szétválik. Tehát lehet nagyon magas szintű technikai tudással rendelkező harcos, nagyon alacsony emberi minőséggel. És aztán vannak a harcművészeti iskolában nagyon magas emberi minőséggel rendelkező emberek, akik viszont nem tudnak akkora teljesítményt leadni. Tehát a harcos archetípus számára a harcművészeti iskola ad egyfajta otthont az önismereti útra és a személyiség fejlesztésére való lehetőséget, és azt, hogy a szakma és az emberi minőség is meg tudjon jelenni. Most nekünk a legnagyobb kihívást a mai korban ez az emberi minőség jelenti. Ez szerintem régen se lehetett, régen is egy nagyon komoly munka lehetett, de azért véleményem szerint talán a régi társadalmak közelebb álltak a tanításhoz. De hát ezt majd Szunimmal át tudják beszélni önök. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen egy szakmai minőség, és legyen egy emberi minőség. Én most itt vennék egy lélegzetet, mert most elég sokat beszéltem, van-e kérdésük ezzel kapcsolatban? Jó lenne, hogy egy kicsit tudnánk beszélgetni. Mindig ilyen kus van ilyenkor? Nagyon félnek tőled. Nagyon fontos az, hogy nagyon őszinte leszek önökkel. Köszönöm a lehetőséget. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire érezhető itt is az alulról és a felülről szerveződésnek a problémája. Tehát
Én azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy szeretnének mesterré válni a mai világban, hogy megvásárolja ezt a címet, és nincs meg az alázat, és nincs meg az a létrán való végigmászás, hogy alulról elkezdi, és akkor fokozatosan felépítve halad valahová, hanem ő szeretné egy titulust vásárolni magának, ami ő kimondhassa azt, hogy mester, mert mit tudom én, egyből tízszer beletalált a pirosba a céltáblába. A kétféle embertípus van, ami a kihívást jelenti a harcművészeti iskolákban, az egyenes meg a görbe. Ez a kettő van. Valaki az egyenesen akar járni, érti, ő megy előre, egyenesen megy, és van, aki keresi, tehát ő kicsit így, kicsit úgy, és vannak, akik a görbét szeretik kiegyenesíteni, és vannak, akik az egyenes szeretik elgörbögetni. Megvan ez? Tehát hogy mi értjük egymást, tehát így félszavakból értjük egymást, ő nem. Ő talál van az egyenes, de ott a nádason keresztül van egy rövidebb út. Na most, ugye mi történik itt? Itt az történik, milyen hibát követtek el? Szerintem, amikor megjelent a karate és világméretűvé vált, a legnagyobb hiba, amit elkövettek, hogy a szakmai és a társadalmi pozíciókat összekeverték. Értjük? Hát az, hogy nekem van egy skillem, van egy harci művészeti készségem, tapasztalatom, és én ezt egy vizsgán megszerzem, kapok egy danfokozatot, és van egy olyan ember, aki rendkívül elkötelezett, és beszervez egy régiót, és bevisz, nem tudom, 4000 tanítványt, kap egy danfokozatot. Értjük ezt? Mi történik ezzel? Az eredeti tanítás leamortizálódik. Megjelennek azok az emberek, akik nagyon komoly társadalmi szerepet töltöttek be. Nagyon komoly teljesítményt tettek le azáltal, hogy bizony szerveztek, dolgoztak, létrehoztak egy nagy közösséget, de amikor egymás mellett áll a két ember, az egyik, mint harcos, megküzdött azért a fokozatért, a másik pedig egy adminisztrációs tevékenységet, egy szervező tevékenységet hajtott végre. Hova vezet ez a dolog? A felhíguláshoz. Tehát nagyon fontos szétválasztani egy harcművészeti iskolában a társadalmi szerepet, a társadalmi rangot, és a harci művészetben betöltött szerepet, és a harci művészetben betöltött rangot. És miután egy harci művészeti iskoláról van szó, a harci művészeti iskola az egy életen át szolgáltat tapasztalatot egy tanítványnak és egy mesternek. Igen, én elkezdek dolgozni, elkezdek gyakorolni, aztán elérek egy szintet, és jön egy óriási lehetőség számomra az, hogy a megszerzett tudást átadjam. Értjük? De nem biztos, hogy nekem jó pedagógiai érzékem van. Tehát én egy nagyon jó mesterszintű harcos vagyok, de nem biztos, hogy rendelkezem azokkal a pedagógiai érzékekkel, ami ahhoz kell, hogy a megszerzett tudást én át tudjam adni. Vagyis nem tudok tovább lépni. Ha rendelkezem pedagógiai érzékkel, a megszerzett tudást át tudom adni, és mi történik? Hát rengeteget tanulok. Ugyanis a tudás megszerzésének két útja van, az egyik a tanulás, a másik pedig a tanítás. És ezt minden mester tudja, hogy a legtöbbet a tanítással tud tanulni. Amikor én tudom ezt a gyakorlatot, értem ezt, de most elértem oda, hogy nekem ezt el kell mondanom, amit még soha nem öntöttem szavakba. Zsigerileg bennem van a mozdulat, értem az egész dolgot, de most meg kell fogalmaznom, és mi történik, amikor megfogalmazom? Letisztul. Akkor kerül a dolog a helyére. Akkor értem meg. Ez egy tanulási folyamat. Tehát tudom a technikát, jön egy újabb lehetőség, ad egy lehetőséget az életet, az élet ad egy lehetőséget, hogy vannak tanítványom, el tudom mondani? Ha el tudom mondani, megint egy lépcsőre fel tudok lépni, még nagyobb tudásra tudok szert tenni. És aztán folyamatosan, attól a pillanattól kezdve, hogy megvan ez a pedagógiai képesség, el tudok kezdeni tanítani. Elég ez vajon? Nem. Mert egy közösséget is össze kell tartanom, egy közösséget tudni kell vezetni, jön egy újabb kihívás, rendelkezem-e a pedagógiai képességek mellett vezetői képességekkel.
Hát a vezetés az egy újabb tanít, egy újabb tudomány. Mi adja a legnagyobb problémát? Az egyenesek, a görbék. A görbék játékainak a felismerése, és ezeket a görbékek való egyengetése. Felismerni a harcost és a turistát. Megtartani azokat az arányokat. Mi történik a turistákkal meg a harcosokkal? Hát hogyha én nem tudom ezt patika mérlegen mérni, akkor a harcosok elveszik a turisták kedvét. Mert ők nem akarnak ekkora teljesítményt beadni. Viszont nagyon hasznos tagjai a közösségnek. Tehát egy jó harci művészeti iskolában a turisták, a harcosok megfelelő arányban vannak. Ha csak a harcosok maradnak bent, akkor az a közösség, az egy majd meg fogom találni a szót, hogy az milyen veszélyekkel jár, és hát el se kell mondanom, hogy milyen veszélyekkel jár, a turisták irányába megyek el. Egy jó harci művészeti iskolát minden esetben egy harcos kell, hogy vezessen, mert ő jelöli ki azt az utat, mert a turistának fáj. És itt engedjenek meg egy kis kitérőt, egy hajléktalan, munkanélküli, rozzant pasas jelentkezik a cirkusz igazgatónál, és azt mondja, hogy igazgató úr, nekem van egy világszámom. De egy olyan világszám, amit maga soha nem látott, és higgye el, hogyha én ezt előadom, ez egy telt nézőteret fog jelenteni. Mi az a szám? Kérdezi az igazgató. Hát nézze, én fölmegyek a cirkusz kupolájába, és hassal leugrok egy betonlapra. Hát volt már ilyen hülyével dolga az igazgatónak, ez ott széjjel ottyan ezen a betonlapon, de hát gondolja, hogy egy teltházat megér. És azt mondja, hogy rendben van, uram, föl van véve, próbáljuk meg. De igazgató úr, nekem van egy kikötésem, én ezt a produkciót csak háromszor vagyok hajlandó megtenni. Az igazgató mondja, hogy háromszor, hát egyszer fog ez menni. Ez a dolog. Eljön a nagy nap, teltház a cirkuszban, pasas fölmászik, hassal ráveti magát erre a betonlapra, nagyot puffan, nagyon nehezen fölkel és kivászorog a porondról. Óriási siker, szétszedik a cirkuszt. A cirkusz igazgató nem hisz a személynek, eladott egy teltházat, azt mondja, uram, itt nem állunk meg, kibérelem a sportcsarnokot. Sportcsarnok tele emberekkel, fölmászik a fickó a plafonra, ott van a betonlap, leveti magát, hatalmasat nyekken, egy kis idő elteltével föláll, recseg, ropog minden, és egy ilyen erőltetett mosolya, kicsoszog. Óriási siker, kassa tele, kibérelik az arénát. Egy daru emeli fel a szerencsétlent, a nézőtér telve, a kassa tele, szerencsétlenünk leveti magát a betonlapra, nagyot nyekken, föláll, erőtetett mosoly és kicsoszog. Az igazgató nem lát a csodálkozástól, a pénztárgép csörgését hallja lelki fülei előtt, és azt mondja, hogy uram, itt nem állhatunk meg, hát itt milliómosok leszünk, hát ekkora siker a világon nincs. Hát ne haragudjon, igazgató úr, de mondtam, hogy én ezt csak háromszor vagyok hajlandó megtenni. De hát miért? Előttünk hever a világ. Mert fáj, bazd meg! Nem tudom, mennyire sikerült választ adni. Tehát a szerveződés ugye az úgy indul, hogy képes vagyok-e a technika elsajátítására. Képes vagyok-e ennek a technikának az átadására? Képes vagyok-e egy közösségbe vezető szerepet betölteni? És hogyha ezek a képességek rendelkezésünkre állnak, akkor tudunk haladni. Ha valamelyik képesség hiányzik, mondjuk el tudok jutni odáig, hogy jó pedagógus vagyok, át tudom adni a tudásomat, de nem rendelkezem olyan vezetői képességekkel, ami lehetővé teszi azt, hogy egy közösséget tudjak működtetni, átlátom az egyeneseket, a görbéket, a turistákat, a harcosokat, és azért itt tudjuk, hogy itt micsoda konfliktusok vannak, akkor nagyjából elvérzik. Nem tudom, hogy mennyire éri be ezzel a válaszom. Köszönöm szépen, igen. Parancsolja, tessék.
Hadd kérjem meg önöket, hogy aki kérdést tesz föl, az mutatkozzon be, jó? Hogy kicsoda és hogy honnét jött. Hogy mindenki lássa, hallja. Ha hülye kérdést tesz föl, akkor ez egy ciki lesz. Farnadi Tamara vagyok Győrből, és azt szeretném megkérdezni, hogy harcművészet, hősök és turisták, és hol vannak a művészek? Ezek tartalmazzák a hősöket is, jó, és a turistákat el? Tisztázzuk, nagyon fontos. Ugye, harci művészetről beszélünk, és mi a művészet, hogyha olyan finom mozdulattal rugom tökön az ellenfelet, hogy az már művész ilyen hat, nem ez a művészet. A művészet ebben a kontextusban azt jelenti, hogy én közvetítővé válok. Hiszen a művész az közvetít. Egy festőművész, aki fogja az ecsetet, eltölt néhány évtizedet ennek az ecsetnek a kezelésével, akkor válik művésszé, mikor azt érzi, hogy a kezét, az ecsetet valami vezeti. És itt jelenik meg a művészet. A gyakorlás során egy olyan tudásra teszek szert, hogy már nem én vagyok. Érzem azt, hogy ott vagyok a lovon, feszül az íj, leadom a lövéseket, de valami, átengedek magamon valamit. Na most ez nem sikerül mindig, hát ez nagyon kevésszer sikerül. Ezerből egyszer van olyan lövés, hogy azt érzem, hogy most nem én lőttem, most átengedtem valamit, most megtörtént valami. Valami magasabb, szervezettebb, transzcendens dolog átvette a szerepet, és én mint egy eszköz jelentem meg. A harci művészetekben a művészet fogalmát ez jelenti, hogy én egy közvetítővé váltam. Lehet-e az egy cél egy harcművész esetében, aki gyakorol, hogy ez a közvetítő legyen? Nem hős, mert van úgy, hogy fáj, de mégis a közvetítést, vagy úgy mondom, hogy a szépség, a harmónia, ami vezeti. Hát nézze, nagyon sokféle cél lehet, de a mesterré válás enélkül nem létezik. Tehát itt válnak szét azért azok a nagyságrendnyi különbségek, ami mondjuk egy tanítvány, egy gyakorló, vagy egy mesterkölt van, hogy ezt fölismeri. Nézze, igazából én nem vagyok abban biztos, hogy lehet ezt úgy elkezdeni. De ha egyszer valaki erre ráérez, érti? Tehát, hogyha én gyakorlok egy harci művészetet, és én eljutok arra a szintre, ez nem pár hónap alatt van, tehát azért itt beszéljünk nyugodtan egy évtizedben. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a hegedű az 10 év alatt úgy fog szólni, hogy én ott közvetítővé tudok válni, de ott jó eséllyel 10 év hegedülés után már talán lehettek ilyen pillanatok. És egy harci művészetben 10 év gyakorlás után, egy meditációban 10 év gyakorlás után lehet egy olyan pillanat, amikor én ezt megélem. És hogyha én ezt egyszerre megéltem, akkor már mindig keresni fogom ezt az érzést, és ez lesz az az érzés, ami engem vezetni fog, és jó esetben ez lesz az az érzés, ami engem képessé tesz arra, hogy mesterré tudjak válni. Ezzel az érzéssel gyakorló is lehetek, ha nem szeretnék mesterré válni. Ezt nem tudom, hogy ön el tudja dönteni azt, hogy mesterré válik, vagy nem. Én félek attól, hogy nem tud olyan döntést hozni, hogy ő nem akar mester lenni, és nem tud olyan döntésre hozni, hogy az akar lenni. Ez vagy megtörténik, vagy nem. De ha ön azt a döntést hozza, hogy nem akar lenni, valószínű nem lesz az. Ezt hagyni kell, csinálni kell, dolgozni kell, és aztán az mitől lesz valaki mester? Elkezdik a mesterként szólítani. Tehát elkezdi érezni a környezete, hogy itt megjelenik a tudás mellett egy magasabb egy minőség, és akkor azt veszi észre, hogy többet, egyre többet hallja, hogy mester. Ezt ugye elfogadják. Értem, köszönöm. Én köszönöm. Tóth Ernő Győrből. Olyan kérdésem lenne, hogy ezt a szakmai amortizációt én már sokszor megtapasztaltam, és őszintén szóval nem találkoztam olyan szervezettel, ahol hosszú távon ez ne következett volna be. Ön szerint ezt el lehet kerülni, és ha igen, hogyan vagy ez szükségszerű? Szerintem nem. Tehát találkozott olyan emberi szervezettel, ami ezt el tudja kerülni? Ember, mint ember, hogy nem halunk meg. Tehát azért a halál a része ennek a dolognak, én azt gondolom, és nagyon nehéz ezt kivédeni, és megvannak a problémák. Tudja, mi a valódi probléma?
A valódi problémája a harci művészeti iskolákban az, hogy a forma könnyen átadható, a tartalom nem. Értjük ezt? Igen. Tehát átadom, mit tudok átadni? A formát át tudom adni. Mi a vallásokkal a probléma? Át tudom adni a formát, a liturgiát. Föl tudom építeni a klérust, mindent át tudok adni. Istent nem. Nem tudom átadni a tartalmat. És egy idő után a bürokráciába el tud vészni a tartalom, megmarad a forma, kiüresedve, és ez a végét jelenti a történetnek. És hogyha valami a vége, akkor mindig ezt fogja tapasztalni, hogy látja a tartalom nélküli formát. Most ehhez kellenek a mesterek, amíg viszik egy darabig, viszik, és jó esetben létre tud jönni egy láncolat, de ez a láncolat, ez mindig a tartalom megszakadásával ér véget. Köszönöm. Még annyit hozzátennék, hogy minden ember meghal, hogy eddig véges számú kísérlet történt, tehát ezt nem tudhatjuk teljes bizonyossággal. Sejtéseink vannak. Én Nyemcsok Máté vagyok Szarvasról, és azt szeretném kérdezni, hogy a versenynek, hogy mi volt a célja annak, hogy a lovasi íjászatban versenyt hozott létre? Nagyon nekem a lovasi íjászatban sokkal egyszerűbb dolgom van, mint a küzdősportokban. Azokban a küzdősportokban, amik mint harci művészetek is funkcionálnak. Ugyanis nem ölhettem meg a másikat. Hát az ember-ember elleni harc gyakorlásának azért vannak olyan gátjai, hogy bizonyos ütéseket, rugásokat, felületeket nem támadhatok. Ha én ezt nem szűröm ki, akkor megölöm a gyakorló partneremet. Ha én ezt nem szűröm ki, akkor megölöm a versenytársamat. Ezért a küzdősportokból kialakult harci művészetekben korlátai vannak a küzdelemnek. Ez a lovasi íjászatban nincs. Hiszen én egy céltáblára lövök. Nincs lekorlátozva. Én maximális erőkifejtéssel, teljes technikai repertoárral tudom lőni a célt, mert ez nem lő vissza. Ezért a versenysportban nincs meg az a probléma, hogy a legnagyobb kihívást mi? Tehát ugye ismerjük a kiokusint, ott nem lehet ütni fejre, ugye? És nem tudom a kungfuban milyen korlátozások vannak, de ha nincsenek korlátozások, akkor megölhetem az ellenfelemet. Ezért legyen az bármilyen ketrecharc, MMA, ki kell szednem azokat az elemeket, ami veszélyezteti a másiknak az életét. Egy nagyon komoly technikai repertoárt ki tudok szedni. Ezért a versenysportokban mindig ott van az a kérdőjel, mi csökken ezzel? A harc életszerűsége csökken. Akármilyen harci művészet, hogyha ebből versenyek vannak, azért a sport kell, hogy legyen. Hogyha nem az, akkor ott halottak vannak. Ott valaki meg fog halni azon a tatamin. És ott a versennyel kapcsolatban mindig vannak szabályok, és mindig van a szabályokkal szemben egyfajta kritika, vannak kérdőjelek, hogy milyen elemeket veszek ki, de bármit veszek ki, az életszerűségét csökkentem ennek a küzdelemnek, teljes joggal, hiszen nagyon komoly veszélyekkel jár. Most egy lovasi íjászatban ilyen nincs, ezért mi nyugodtan tudunk versenyezni. Nem kell csökkenteni, nem. Van egy technikai repertoár, egy 180 fokos szög, megvannak a távolság, és lövök, ami a csövön kifér. Tehát én úgy tudom gyakorolni, tehát a maga a sporttevékenység és a harci művészeti út így tökéletesen összemosódik, nem tud szétválni. Tehát most a versenyre viszont épül a fokozatrendszer. És talán jobban megérti ezt a dolgot, hogyha kifejtem ebbe az irányba. A harci művészetek adnak még egy pluszt a sportokkal szembe, ezek a fokozatok. Hiszen vannak fokozatok. Mi ezeknek a fokozatoknak az értelme? A fokozatok, ha jól vannak felépítve, akkor azok lépcsők. Lépcsők. Ha én megteszek egy fokozatot, akkor én de föl tudok lépni. Nézzük csak meg. Ez a lépcső kicsit alacsonyabb. Egy picit könnyebben lépek fel. Ide lépek. Egy jó harci művészeti iskola szerintem valami ilyesmit épít föl. Jön a tanítvány, és nem azt kéri, hogy innét lépjél föl az asztalra, hanem azt kéri, hogy figyelj, innét lépjél ide. Jó? Itt vagy? Na, itt van a következő lépés. Ide is fel tud lépni. Ha jól vannak meghatározva a fokozatok, akkor nagyjából ezek így néznek ki. Minden fokozat egy lépés. Ez segíti az utat.
Nem kell hatalmasakat lépni, nem kell tyúklépéssel haladni, hogyha ez jól van meghatározva, akkor egy fokozat, jól van felépítve, akkor lépek egyet előre. És a lovasi játszatban ez úgy néz ki, hogy 30 pontonként emelkednek a fokozatok, és hogyha egy versenyen mondjuk én szeretnék egy zöld kaftánt magamnak, ahhoz 60 pontot kell lőni, és ha én két hivatalos versenyen több mint 60 pontot lövök, akkor jelentkezhetem vizsgára, és hogyha vizsga körülmények között is meglövöm ezt a 60 pontot, mert három a magyar igazság, tehát háromszor van igazolva, az már nem véletlen, tehát most egy versenyen véletlenül meglövöm, az még nem az. De ha háromszor meglövöm kétszer versenyhelyzetben, meglövöm egyszer vizsgahelyzetben ezt a dolgot, akkor ott átadásra kerül a kaftán. Mi történik ezzel? Az történik, hogy nem csak az első helyezett, csak a második helyezett, a harmadik helyezett érzi jól magát, hiszen ők dobogón vannak. Lehet, hogy ez az ember a 60 pontjával az utolsó ezen a versenyen. De ő meglőtte ezen a versenyen a 60 pontját, és ő megszerezte a lehetőséget arra, hogy levizsgázzon. És lehet, hogy az első nem. Értik? Lehet 200 pontnyi különbség. De ez az első megnyerte a versenyt, de önmagához képest nem tudott előrelépni. És itt mi számít? Az számít, hogy önmagamhoz képest léptem előre. Értik? Nem a másik számít, hogy nem azzal megyek oda, hogy legyőzzem, hanem nekem van egy utam, én ezen az úton járok, és én azon a versenyen ezzel a 60 ponttal meglőttem azt a szintet, én léptem előre, nem lettem első. Most a sportban azért ott van az a veszély, hogy azokat nem jegyzik. Hát hol van az öröm abban, aki utolsó lesz egy versenyen? De itt igen. Itt van egy öröm, mert meglőttem azt a szintet, hogy én jogosult vagyok, és lehetőségem van ennek a fokozatnak az elérésére. És ha már a versenyzésről beszélünk, akkor én még betettem egy rítust azért, hogy a versengést kiszedjem. Hogy ne legyen versengés, hogy ne legyen ez, hogy első, második, harmadik, hanem én azt csináltam, hogy az a teljesítmény, amit a versenyen leadok, azt én egy nemes cél érdekében ajánljam föl. És a verseny előtti napon mindenki rámeditál arra, hogy a versenyen mi az a pontszám, amit szeretne elérni, mert ezt a pontszámot ő fölajánlja arra, hogy az édesanyja beteg, és ő azért fog küzdeni, hogy az édesanyja meggyógyuljon. Most mondtam valamit. Vagy szeretné ezt a közösséget jobbá tenni, vagy bármilyen nemes cél érdekében megy ez a küzdelem. És akkor a versenyen ott ülnek a versenyzők a lovukon, és azt mondják, hogy Kassai Lajos 270. Nem azt mondom, hogy én akarok lenni az első, hanem én szeretném ezt meglőni. Ha én ezzel a ponttal első leszek, akkor első leszek. De ettől a pillanattól kezdve mindenki tudja, hogy emögött van egy jó szándék. Én most egy küzdök, én most folytatok egy harcot. Én most valami nemes cél érdekében küzdök, és mindenki segíteni fog, hogy én ezt el tudjam érni. Értjük ezt? És ezzel kiszedtem azt a méregfogát, hogy ez a fajta versengés ki tudjon alakulni, és jelentem, hogy nagyon jól működik. Amerikában vagyok kint, have some fun, ülnek a debilek a lovon, és azt mondja, hogy 300! Hát 300, hát az jó, hogyha ott 150, mert az is ott egy nagy szám. És akkor kérdeztem azt, hogy most ezt miért csinálják ezt a dolgot? Hát mondták, hogy mehet, ezt így látták, de mondom, tudják, hogy ezt miért kell csinálni? Hát nem. És akkor elmagyaráztam nekik. És nagyon érdekes volt megtapasztalni azt, hogy lemásolnak valamit rosszul. Tehát látnak itt egy ilyet, hogy ül egy lovas, bemond egy pontszámot, és ő azt hitték, hogy ez egy ilyen vicc, hogy én ott beszólok valamit. Tehát nyilvánvalóan itt egy reál értéket kell mondani, hiszen annak egy tétje van, hogy ez a küzdelem, ez sikerül-e vagy nem. Tehát nem mondok irreális baromságot. Na, hát ez is egy kis kitérő volt. Van-e még valami? A nevem Baló Szabolcs, Solymáról érkeztem. Nagyon messziről jött. Igen. Az előbb már szó esett arról, hogy a szervezet, mint olyan, az pusztulásra van ítélve. Viszont emberként lehetőségem van arra, hogy utódom legyen,
és azt támogassam, neveljem, formáljam. A kérdésem az, hogy Lajos megtalálta utódját, sikerült-e ilyet nevelnie? Én azt gondolom, hogy ez az iskola tele van tehetséges, elszánt emberekkel, de legyen ez az ő dolguk. Engem se talált meg senki. Én nem lettem kinevezve. A lehetőség adott, a struktúra fölállt, és az, hogy ez a rendszer összeomlik-e vagy nem, ez a következő generációnak a MOR megtette a kötelességét, a MOR mehet. Nekem ezzel több dolgom nincs. Tehát én nem az az ember vagyok, aki ezen aggódik. A lehetőség megvan. Tehát ne felejtsük el azt, hogy ez egy iskola. Értik? Tehát, hogyha ez egy iskola, akkor ez egy természetes érési folyamat kell, hogy legyen. És itt nagyon vigyázni kell arra, hogy el kell kerülni azt a fajta tartalom nélküli formát, amit esetleg átadásra kerül, meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Én emiatt nem aggódok egy pillanatig se. Tehetségbe, rátermettségbe nincs hiány. És aztán, hogy ezt hogy fogják tudni továbbvinni, ez legyen az ő problémájuk, legyen ez az ő kihívásuk. Nem kell mindent a segge alá tenni a következő generációnak. Elveszem a fejlődés lehetőségét. Én Japánban zenijászatot tanultam, és ez nagyon érdekes volt egy igazi japán mestertől. És a zen az abból indul ki, hogy hagyni kell hibázni. És én jártam az edzésekre, és bejött egy csodálatos japán lány. Egy ilyen gyönyörű keleti nő. És én úgy néztem, hogy ez milyen csodálatos ez a nő. És fogta az íját, megfeszítette, és szétlőtte az armatúrát. Ez a csodálatos japán nő. És a mester így... És ez a csodálatos nő fogta a következő nyílveszét, kifeszítette, és kilőtte az ablakot. És a mester így... És kérdeztem, hogy ez nem basz föl senkit? És én ott megtapasztaltam azt, hogy mi itt Európában minden vaknénit át akarunk vinni a túloldalon. És erről szó volt itt a beszélgetésben is, ugye volt egy ilyen kérdés, hogy nekünk megvan ez a gyere, izé, és majd akkor... Tehát van az, hogy az ember, és aki tanító vagy mester, az mindegyik beleesik ebbe a hibába, hogy jobban akarja, mint a tanítvány. Érezte már ezt? Hogy jobban akartam, mint a tanítvány. Én majd viszem, megmutatom neki, csinálom, stb. Na most ez egy nagyon nagy meglepetés volt számomra ez a... És értettem azt, hogy itt van egy olyan rendszer, hogy a mester nem egy infantilis hülye, akit itt egy ilyen marionett bábuként rángatja a tanítványt, hanem hagyja benne a tapasztalatba, majd rájön. Hát vagy rájön, vagy nem. De egy biztos, hogy a saját útját fogja járni. A minta ott van előtte, ezt a mintát lemásolom, vagy nem, ez az ő dolga lesz. Na most mi nagyon a két kultúra között vagyunk, és én annak a híve vagyok, hogy oké, drága csillagom, gyönyörű vagy. Kilőtted az armatúrát, kilőtted az ablakot, most engedd meg, hogy megmutassam, hogy mi a fasz kell itt csinálni. Hát én ott belépnék a rendszerbe, és akkor azt mondanám, hogy most próbáljuk meg így, mert valami következménye van, ha te így feszíted az íjat, meg oda fogsz lőni. És ezt azért úgy el kellett magyarazni, lázas igyekezetembe természetesen, kezembe vettem a kezdeményezést, és elkezdtem oktatni a hölgyet. Na, tehát én egy olyan stílusban vagyok most, hogy hagyom, hadd kilódjon egy darabig, és akkor, tehát hogy legyen kérdés. Hát az nagyon jó, amikor a tanítvány egy kicsit töketlenkedik, próbálkozik, és eljut a kérdés szintjére, és akkor kapja meg a választ, az ül, az bemegy, az ragad, az ott marad. Mint az, hogy szaladunk oda, megelőzve ezeket a kérdéseket, megelőzve ezeket a próbálkozásokat, mi nyomjuk, toljuk, adjuk neki az észt és a muníciót. Tehát ez így néz ki. Én először Nyárhádi István vagyok, és a kettes jurtából jöttem. Ez itt van. Bármit is jelentsen, kettes jurta. Mi folyik ott? Gyakorlatilag templom terület. Először is szeretném megköszönni önök, nektek,
hogy létrejött így ez az együtt előadás. Egy régi álmomat látom most itt megvalósulni, nagyon megható, köszönöm. Másodszorban egy olyan konkrét kérdésem lenne önhöz, hogy érdekelne, volt egy nyaktörése, ha jól olvastam, hallottam, nem tudom már pontosan, az vagy akármelyik ilyen nagyon emlékezetes történet, amikor így a saját belső démonait kellett legyőzni, hogy az milyen küzdelem volt? Igazából nem kellett belső démonokkal küzdeni, de hogyha mondjuk itt egy ilyen nagyon őszinte önvallomást akarnak hallani, akkor én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy én azért egy elég komoly teljesítményt adtam le az életbe, hogy ez vajon minek köszönhető. Tehát én akármilyen szigorúan vettem górcső alá saját magamat, mindig az a matek jött ki, hogy én fizikailag nem érzem magam elég erősnek, a kognitív képességeimről hadd ne dicsekedjek itt most, mert azok, mint az agyam teflonnal lenne bevonva, és alig, tehát hogy lesiklik róla minden. Talán lélekben vagyok erős, de a sok töprengés azt hozta, hogyha külön-külön megnézem ezeket a dolgokat, ezek nem predesztinálják ezt az életpályát. Viszont arra jöttem rá, hogy ez a három dolog nagyon jó van együtt. Hát ez egy jó hármas fogat, ez egy jó trojka. Tehát a test, a szellem és a lélek, ez úgy megvan. És talán ennek köszönhető az, hogy én ezeket az eredményeket el tudtam érni, mert külön-külön hát nem tudnék dicsekedni egyikről se. De mi volt a kérdés? Kettes jurta, ugye? Valami olyan élmény, amikor, ja, amikor így le kellett győzni önmagát. Tehát ez arra utalás, hogy Isten igazából nekem nem voltak ilyen belső démonok, nem voltak ilyen küzdelmek, ilyen azt mondom, hogy egy ilyen teljesen normális, középszerű családból jövök, ahol nincsenek igazán ilyen transzgenerációs traumák, vagy valami, szóval nem tudok ilyen dologról, egy konszolidált életet éltem, és nagyon szerencsés voltam. Volt egy ilyen nyakcsigolya törésem, nagyon egyszerű, tehát az ember lóval akkorát esik, hogy azt hiszi, hogy ott meghal, mert rázuhan a ló, és nem tudom, és a hajaszála nem görbül, és van egy ilyen esés, és ott eltörik a nyakcsigolyája. És nekem volt egy ilyen esésem, de különösebb problémám nem volt belőle, viszont iszonyatos fájdalom volt a jobb vállámba, olyan érzés volt, mintha egy kést beszúrnának, és ezt itt forgatnák. Tehát egyre elviselhetetlenebb volt a fájdalom, és már mikor 8 napja nem aludtam a gyötrő fájdalomtól, mindenféle természetgyógyászhoz jártam, különböző füvekkel, akupunktúrával gyógyítgattak, mert minden látó látta, hogy hát nagyon ki van kopva a vállam. Hát én egy íjász vagyok, hát ez teljesen ki van kopva ez a váll, és ráolvasással, hangterápiával, gyógyfüvekkel, és mindenféle akupunktúrás módszerekkel ezt a szétkopott vállat próbálták gyógyítgatni. Én meg már majd beszartam a fájdalomtól. És akkor elmentem a kaposvári kórházba, és soha nem felejtem el a jelenetet. Szerintem az orvos már 48 órája lehetett ott ügyeletben, egy ilyen fáradt, idős ember jött velem szembe, és én mondtam neki, hogy pokoli fájdalom van a vállamban. És így ránéz az ember, csináljon egy nyaki röntgent. Nyaki röntgent, hát mondom, ez az utolsó hülye, akihez én fordulok. Hát itt van a probléma. És megcsinálták a nyaki röntgent, és ott látszott, hogy úgy állnak a csigolyáim, mint hogyha autógumikat egymásra dobálna az ember, és ilyen, tehát valami elképesztő helyzet volt. És ott azt a jobb kezet mozgató ideget csípte el, az a letört porc, és azt az ideget nyomta. Tehát a fájdalom az nem itt volt, hanem itt keletkezett ez a pokoli fájdalom, és nyilván van a vállamnak az ég egyet a világon semmi problémája nem volt, és akkor nem tudom, emlékeznek-e rá, nem annyira fiatalok, hogy a Horn Gyulának szeretett miniszterelnökünknek volt egy ilyen koronája. Tehát régóta nem koronáztak meg magyar királyt, a Gyulát megkoronázták ezzel, mert volt egy autóbalesete. És az a kiváló orvos, aki ezt a koronát építette neki,
akkor volt ő a toppon ilyen nyakcsigolya specialista. Én megkerestem ezt az orvost, és elmondta, hogy itt azonnal műtét, mert most, hogyha én ezt a műtétet nem csinálom meg most rögtön, akkor a lábam is lebénulhat. És most ez nem egy gyerekjáték, mert itt össze van törve minden, ezt a műtétet úgy hagyják végre, hogy a torkomon keresztül, meg azt mondta, fönnáll az a veszély, hogy elvágjuk a hangszálait, és nem fog tudni beszélni majd, de ilyen különböző titán ötvözetekkel meg fognak erősíteni, szögekkel bekalapálni, és akkor lesz egy ilyen délceg tartásom, és hát nagyjából így a lovasiász pályafutásomnak ez a végét is jelenti. És volt egy nagyon jó vizualizálható kép, amit az orvos elmondott, nézze, ami most magával történt, itt ebből a porcból, ez kitört ez a porc, és itt ez a zselé, ami a porcban van, ez ebből távozott. És ezt úgy képzelje el, mint mikor a fogkrémes tubusból kinyomja a fogkrémet. Na ugye már oda abba a fogkrémes tubusba ezt a fogkrémet nem tudja visszatenni. És ez egy nagyon jó kép. És én ezzel a fogkrémes tubus projekcióval utaztam haza, egy sanszgallérrel a nyakamon, mentem haza az autópályán, és így jött egy gondolat, hogy de hát én nem vagyok egy fogkrémes tubus. És így levettem a sanszgallért, és ezzel a lendülettel hátra csaptam, és nem mentem el a műtétre, amitől a lábam is lebénult. Egyre szarabb lett az állapotom. Mert az orvos elmondta, hogy ne mozogjak, ne csináljak semmit. De én meg elkezdtem mozogni, mert én azt mondtam, hogy jó, rendben van, ha mozgok, akkor ez, de ha mozgok, akkor talán ebbe az irányba is. Tehát, hogy belementem egy ilyen orosz ruletbe, és az állapotom egyre rosszabb lett, és már a lábam is ráment erre a dologra. Majd egy idő után elkezdett följavulni, és ugye nagyon sokat mozogtam, nagyon sokat lazítottam, mozgattam a vállamat, a derekamat, mindent, és helyre jöttem ebből a dologból. Regenerálódott teljesen, és néhány hónapra rá jött egy iskolás csoport, és csináltam egy bemutatót nekik, és egy ilyen kétméteres gátról leugrott a lovam, úgyhogy én egy hátraszaltót dobtam, a tarkómra zuhantam le, úgyhogy a lábaim itt a fejemnél csapódtak be a földbe. Na most feltételezem, hogy én akkor is lovon ültem volna, hogy engem összecsavaroznak, és hogy ott szilánkokra törtem volna, az egészen biztos. Azt mondtam, hogy na, most elmegyek, megnézettem, hogy mi a helyzet, és az MR vizsgálat kimutatta, hogy teljesen rendben vannak a dolgok. Tehát, hogy van a struktúrát, a funkció tartja életbe. Ezt tanulják meg. A struktúrát, a funkció tartja életbe. Tehát mozognunk kell. Tehát ahhoz, hogy a szerkezet egészséges legyen, ahhoz nekünk mozogni kell. Ahhoz megfelelő, tehát hogyha mozgunk, ha terhelés alatt vannak az izmok és a csontok, akkor a helyükön vannak. És a mozgás az egyfajta kivezető út. De én nem azért mentem bele, mert ezt tudtam. Én azt mondtam, hogy mindegy, hogy mibe döglök bele. De hát én nem láttam az életen, 35 éves voltam. 46 éves voltam, amikor a 24 órás világrekordot megcsináltam. 12 lovat váltva megállás nélkül 24 órán keresztül lovasiáztam. 10 év választott ettől a dologtól, és 35 évesen engem már leírtak. És azért az én életemnek a nagy eredményei csak ezután következtek még. Van még valami? A nevem Bánó Rita, és Visegrádról jöttem. Tehát a harcos arhetipus nagyon egyértelműen kijött, és az érdekelne engem, hogy van esetleg konkrétan felismerhető más arhetipus, akivel kölcsönhatások vagy nagy meccsek inspirálták, vagy erősítették ezt az utat, ezt a pályát, vagy ez inkább harcosok egymás közötti megmérettetéseiből és önmagával való megmérettetéseiből. Nézzék, ezek az arhetipusok, ezek nagyon érdekesek, mert például én most, 60 év fölött, a harcosból kezdek a tanítóba átfolyni. Tehát most már én 60 fölött sokkal inkább a tanítót érzem magamban, mint a harcost.
Ezt megelőzően én egy csupa tűz küzdő harcos voltam, és most a saját bőrömön inkább egy ilyen tanító, de itt van még a vezéri szerepkör, ami így át tud egyik a másikból csúszni, de ami jó érzés, tehát mindenki találkozott a tanító arhetipussal. Tudják, mi a tanító arhetipus? Akit szerettünk az iskolában. Akit nem szerettünk, az nem az. És itt megint a tartalomról, meg a formáról van a szó. Tehát lehet, hogy ez a matematika tanár nagyon jól tudta a matematikát. Ott volt a forma, de ez a tartalom, az a pici, amitől ő tanító, az hiányzott belőle, és utáltuk, amit csinál. Értik ezt? Ugyanez a helyzet a gyógyítóval is. Mindenki találkozott már a tartalom nélküli formával, azzal az orvossal, akiből hiányzik az, ami a gyógyító, akihez én tudok fordulni, mert nem egy szakmát látok, hanem egy olyan arhetipust látok, ami a gyógyító, akiben bent van a szándék, akiben bent van a szeretet, akiből ez sugárzik, a tanárból, a gyógyítóból. Tehát ezekkel mi találkozunk az életben. Ott van még a kurva, akivel persze soha senki nem találkozott, és ezzel nem is akarok beszélni, de ez is egy ősi arhetipus. Csak hallottam, hogy van ilyen. Ez lesz az árszó. Szerintem még... egy kérdést tegyünk fel. Igen? Zola József vagyok, Zalaegerszegről, és az érdekelne, hogy mik azok az emberi minőségek, amitől ön szerint ember az ember, és ha ez nincs meg alapvetően egy emberbe, akkor előhozható-e, fejleszthető-e? Nagyon nehezet kérdez, és nagyon messzire visz ez a kérdés. Szerintem nekem most van 100 darab libám. Ezek parlagi ludak. Egy olyan 6-8 libával kezdtem, és kiraktam ezeket a libákat a természetbe. Az a liba, amelyik a szárazföldön töltötte az éjszakát, azt a ragadozó elvitte. Stressz érte, ez a halálfélelem, a ragadozó, és az a stressz, ami érte, kinyitott egy fájt. Hozzáfért egy olyan tudáshoz, ami benne volt, de amíg nem volt stressz, nem volt előtte ez a tudás. Kinyílik egy fájl, és ők bemennek a szigetre. Ez nem egy tanulási folyamat, nem tanulta meg, bement a szigetre. Majd befagyott a tó. Jött a tél. Befagyott a tó, és a ragadozó bement a jégen. Stressz helyzet, kinyílik egy újabb fájl, és ők bemennek a tó közepére, egész éjszaka úsznak, rugdalják a vizet, nem engedik, hogy befagyjon a mozgásukkal, és ebben a kis légben, ebben nem tud bemenni a ragadozó. Na most az én saját életem az ilyen. Nekem van a lényemnek egy archaikus része, amihez én nem férek hozzá. Tudom, hogy ott van. Jön egy helyzet, kinyílik egy fájl, és ott van a megoldás. Értik? Tehát azért, na most itt engem a Jóisten ezzel megáldott, de cserébe teflonnal bevonta az agyamat. Tehát nehezen tanulok. Nem, nincs minden, nekem a kognitív képességeimben vannak a legnagyobb hiányosságaim. Nehezen tanulok, nehezen jegyzek meg neveket, tehát amit a környezetem könnyen tanul, jegyez, az nekem nagyon nehezen megy, és amit a környezetem nem fog föl, az, hogy egyszer csak kinyílik egy fáj, nem férek hozzá, nem nyitogatom, nem csukogatom, azt se tudom, hogy mi van ott. De amikor odaérek egy élethelyzethez, egyszer csak kapok egy olyan lehetőséget, hogy kapok egyfajta tisztánlátást abban az élethelyzetben, kicsit hasonlóképpen, mint ezek a ludak, és ezért ez sokkal szebb befejezés, mint az előbbi volt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!